Ahogyan a biztosítási szakértő elmondta, a Magyarországon is jelenlévő infláció okozza az árak emelkedését. Mint tudjuk, az elmúlt egy-két évben Magyarországon infláció van, tehát az árindexek, konkrétan a fogyasztói, építőipari, gépjárműipari árindexek változása az emelkedése okozza. Magasabbak lettek a javítójóradíjak, drágábbak az alkatrészek, tehát ahogy mindennek megy fölfele az ára, sajnos a gépjármű biztosításnak is, mert ezekkel összefügg, amikor egy káresemény van, akkor a biztosítónak a magasabb javítási költségekkel kell egy kárt megtérítenie, ezért kénytelen mindenki a piacon igazodni az inflációhoz és emelni a díjakat. Az árindexek növekedésével magasabbak lettek a javítási költségek, az alapanyagárak, az alkatrészek. Amikor ugyanis egy káresemény van, a biztosítónak a magasabb díjakkal kell számolnia. Igazából nehéz egy konkrét számot mondani, de mondjuk, hogy 15-20%-kal emelkednek a díjak. Ma már annyira szofisztikált biztosítási díjakat tudnak az informatikai hátterekkel a biztosítók elállítani, hogy még az is előfordult, hogy van olyan szegmens, ahol csökken. Talán most még markánsabban megjelenik, hogy az ügyfelek több biztosítónál próbálják megkérdezni, hogy milyen díjon tudják a szerződésüket megkötni, és általában az olcsóbbat választják. Kovács Zsanett elmondta, hogy minden évben körülnéz a biztosítók kínálata között, ugyanis sokszor több ezer forint is megspórolható egy körültekintően kiválasztott biztosítással. Próbálok azért úgy választani, hogy egy arany középút legyen, tehát hogyha esetleg okozok egy kárt, akkor az meg is térjön utána. Hát valószínű ez az infláció, ugye, hogy minden sokkal drágább, ha elviszük egy gumicserére az autót, sokkal-sokkal drágább, mint ami eddig volt.